A magyar olimpiai küldöttség minden várakozást felülmúlva szerepelt eddig Londonban. Sportolóink érmek garmadáját gyűjtötték be az elmúlt napokban. Székesfehérvári szemszögből az olimpia legizgalmasabb része még csak most következik, hiszen a hétvégén az öttusázók is megküzdenek az olimpiai bajnoki címért. Leginkább vasárnap kell majd az olimpiai pályára figyelnünk, hiszen ekkor szerepel városunk egyetlen olimpikonja, Kovács Sarolta. A női mezőny meglehetősen erős. Kovács Saci a világranglista 6. helyezettjeként utazik ki Londonba, azonban az előtte álló 5 versenyző is ott lesz. A litván Asadauskaitė, a brit Mary Spence, a brazil Márkes, a német címvédő Schöneborn, valamint az ukrán Tereschuk egyaránt erős ellenfél lehet, és akkor még nem is beszéltünk a másik britről, Samantha Murrayről, vagy a veterán franciáról, Amélie Cazierről. Kovács Saroltának természetesen az a célja, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából. Én is szeretnék minél jobb helyezést elérni. A realitás nézve tényleg a világranglistán 6. vagyok, úgyhogy az első 6-ba azért nagyon szeretnék bekerülni, és tényleg kifoghatok egy olyan jó napot, hogy akár ott lehettek az elején, úgyhogy én erre törekszem, de ha így nézzük, akkor persze sokan elvárják, de azért realitás nézve 1-6-1-8 az nagyon szép lenne már, és én is erre törekszem. A hölgyek versenyében hazánkat még Tóth Adrien képviseli, még szombaton az uraknál Marosi Ádám és Kassa Róbert lesz az, aki megküzdhet az érmekért. Öttusázóink remélhetőleg egy nagyon sikeres szereplés után hétfőn térnek haza.